Még március végén tették le Balkányban a jégkár elhárító rendszer regionális központjának az alapkövét. Innen 6 megye 275 talajgenerátorát felügyelik, ebből a megyében összesen 70-et. A Jéger névre keresztelt rendszernek május 1-én kellett szolgálatba állnia. Sok telefonhívást kapok azért, hogy egyrészt azt értékeli mindenki, hogy arányaiban kevesebb jégkár képződött, illetve ahol volt is jég, ugyanis azért beszélünk jégkár mérséklőről, hogy senki nem gondolta, hogy most már akkor tudja, hogy nem lesz, mert ami jég megképződött, és az a cella úgy érkezik mondjuk a város felé, és az már jég megvan kiképződött, az le fog esni. A több uniós országban már jól működő talajgenerátoros megoldás során ezüstjodidot párologtatnak a levegőbe, ezzel több, de kisebb jégszem keletkezik, amelyek lassabban esnek lefelé, az olvadás nyomán pedig jelentősen csökken a méretük. Az országos rendszer kiépítése 1,8 milliárd forintba került, viszont évente közel 50 milliárd forint kár előzhető meg a segítségével. Ennek már a működés első évében lesznek kimutatható eredményei. Úgy gondolom, hogy már kimutatható lesz bár ilyen év, mint az idén, hogy szinte nap nem telik el riasztás nélkül, mindig van valahol az országban veszély, és még ebben az évben is én úgy gondolom, hogy a kárnak a mértéke kimutathatóan kevesebb lesz, mint más évekhez összehasonlítva. Ez a Torna, Baranya és Somogy megyében, ahol több évtizeden működik, ez körülbelül 83%-kal kevesebb volt azokban a megyékben a jégkár, mint a hozzá hasonló környező település vagy megyében. Jelenleg mintegy 843 talajgenerátor működik az ország 4 régiójában, de a jégkármérséklő rendszert a határon túli szomszédos megyékben is szeretnék kiépíteni, már tárgyalások zajlanak Romániával és Ukrajnával a bővítésről. Ezáltal a határmenti települések védelme is fokozódna.